Országosan mintegy 61 ezer, megyékben pedig 3151 civil szervezet működik. Az ő feladatuk a társadalom, a közösségek szolgálata, valamint az állami és önkormányzati feladatok ellátásának segítése. A civil szervezetek sokkal hatékonyabban, olcsóbban, az emberekhez közelebbben tudják közösségépítő tevékenységüket végezni, illetve olyan feladatokat ellátni, amelyeket az önkormányzatok vagy akár az állam nem tud, vagy nem képes oda elhatolni annak a tevékenységben, a társadalmi aktivitásban, ahová a civilek eljutnak. Ezért is nagyon örvendetes számunkra, hogy egy emléknap keretében is megemlékezünk az ő tevékenységükről, és ez a mai nap ez erről szól, és ki tudjuk fejezni a köszönetünket a társadalom egésze szempontjából azokért a tevékenységekért, amit civil egyesületekben honfitársaink végeznek, akár önkéntes munkával, szervező munkával és más módon. Komoly feladatokat vállalnak át az állam, illetve az önkormányzati szervezetektől, olcsóbban, hatékonyabban látják el ugyanazokat a feladatokat. A Nemzeti Együttműködési Alap forrásából mintegy 5,9 milliárd forintnyi keretösszeg erejéig nyújthatnak be pályázatot a civil szervezetek és egyesületek, hangzott el a Civil Nap ünnepség sajtótájékoztatóján, ahol Kis András, a Civil Információs Centrum operatív igazgatója arról beszélt, hogy a szervezetek kétfajta pályázati formából is választhatnak. Úgynevezett 200 ezer forintos pályázat, vagy egyszerűsített pályázat, az maximum 200 ezer forintot lehet igényelni, alapvetően helyi, illetve területi működési körű civil szervezetek igényelhetik, de egyfajta automatizmus van ebben, keret kimerüléséig ez a támogatás automatikusan rendelkezésre áll, és csak formai bírálat van. Tehát, hogyha a szükséges dokumentációkat a civil szervezetben nyújtja, és határidőre leadja, abban az esetben ez a pályázat a forrás kimerüléséig rendelkezésre áll, és a beérkezés sorrendje fog dönteni ilyen szempontból. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb ezt adja be a február 22-i megjelenést követően. Az összevont pályázat egy nagyobb jelentőségű támogatás, 3 és 5 millió forint között akár igényelhető egy úgynevezett működési és szakmai kombinált támogatási lehetőség. Kis András hozzátette, a szervezetek egyszerre csak az egyik lehetőségre nyújthatnak be pályázatot, melyben segítségükre lehet a civil információs feladatokat ellátó Hieroteosz Egyesület.